Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólásra jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök úr. Megadom a szót. Parancsoljon! Mélyen tisztelt elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Sűrű nap áll előttünk. A mai napon elfogadjuk az elnök asszony lemondását, megválasztjuk az új köztársasági elnököt, és jóvá hagyjuk Svédország NATO csatlakozását is. Tisztelt képviselőtársaim! A távozó elnök asszony munkáját tisztelettel megköszönöm. Az elnök asszony lemondásának oka egy olyan kegyelmi döntés volt, amelyben csak egyféleképpen lehetett volna dönteni, el kellett volna utasítani. Nem ez történt, ezért a lemondás helyes volt. Magyarországon a gyermekvédelem ügyében zéró tolerancia uralkodik. A gyerek abszolút, teljes körű védelmet élvez. Az elkövetőt meg kell büntetni, a büntetést pedig le kell tölteni. Nincs kibúvó, nincs kedvezmény, nincs feltétele szabadság, nincs kegyelem. Aki nevelőként nem a gyermek pártját fogja, annak nincs mentsége, és nem számíthat kegyelemre Magyarországon. Úgy tűnik, az emberi ítélő képesség itt nem elegendő, ezért a jogszabályoknak is garantálniuk kell, hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő. Ezért fontos a hatályban lévő szabályok áttekintése, ideértve az alkotmány nyújtotta garanciákat is. A kegyelmi ügyön túl megoldandó feladat az is, hogy pedofil ügyekben elítélt bűnöző ne legyen feltételesen szabadlábra helyezhető semmilyen indokkal. Magyarországon ez a kapu nincs bezárva. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy kezdjünk hozzá. A bíróságokat pedig tisztelettel arra kérem, hogy a folyamatban lévő ügyekben erre tekintettel hozzák meg döntéseiket. A bicskei gyermekotthonban elkövetett bűncselekmények a kegyelmi ügytől függetlenül is súlyos agályokat vetnek fel. Miért csak a második kísérletre sikerült elítélni egy pedofil gyermekotthon vezetőt? Ennek a végére kell járni, ezért vizsgálatot rendeltem el, amely minden gyermekvédelmi intézmény vezetőjére vonatkozik. Átvilágítunk mindenkit, mert az alkalmassági feltételeknek egy gyermekvédelmi intézmény élén mindenre, az életvitelre, a szexuális devianciára és a pszichológiai megfelelésre is ki kell terjednie. A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények mindenkit felzaklatnak, erős indulatokat váltanak ki belőlünk, hiszen mindannyian azonnal a saját gyermekeinkre gondolunk. Ezért joggal várjuk el a hatóságoktól, hogy a legteljesebb és legalaposabb vizsgálatokat végezzék el. Tisztelt képviselőtársaim! Ma egy napon dönthetünk az elnök asszony lemondásáról és az új elnök megválasztásáról. Magyarország erős és stabil ország, egy köztársasági elnökváltást úgy kell megoldania, hogy még átmeneti zavar se keletkezzen az ország életében. Elvégre ezért választottak meg bennünket az emberek. Ennek a kötelességünknek úgy tudunk eleget tenni, ha az új elnököt haladéktalanul megválasztjuk. Köszönöm a Fidesz és a KDNP frakcióknak, hogy ennek szellemében jártak el.
és ismét megmutatták, hogy méltók a választók bizalmára. Súlyog Tamás az Alkotmánybíróság elnöke. Óriási tapasztalat, tiszteletre méltó tudás és vitathatatlan tekintély. Az Alkotmánybíróság döntései a legfontosabb kérdésekben világos utat mutattak az elmúlt években, és ezek a döntések a jogászok és az emberek egyetértésével is találkoztak. Úgy vélem, Magyarországnak most ilyen elnökre van szüksége. Az Alkotmánybíróság elnökének köszönöm, hogy elvállalta a felkérést, képviselőtársaimat pedig arra kérem, hogy támogassák őt. Tisztelt Országgyűlés! Magyarország kormánya a képviselők elé terjesztette Svédország NATO csatlakozását. Támogatjuk, hogy a csatlakozás megtörténjen. A NATO védelmi szövetség. Arra szövetkezünk, hogy külső támadás esetén kölcsönösen megvédjük egymást. Nincs ennél súlyosabb kötelezettségvállalás. Éppen ezért fontos, mielőtt beengedünk egy új tagot ebbe a szövetségbe, először rendezzük a vitáinkat. Hosszú és számos vitával színesített kapcsolatunk van a skandináv országokkal. A vitáink rendezésébe többen is megpróbáltak kívülről beavatkozni. Ez azonban nem segítette, hanem hátráltatta az ügyet. Magyarország szuverén ország, nem tűri, hogy mások diktáljanak neki. Legyen szó a döntések tartalmáról, vagy időzítéséről. Magyarország és Svédország két hosszú múlttal rendelkező ország Európában. Tudjuk, hogyan rendezzük a vitás ügyeinket. Mások kéretlen gyámságára erőszakos, ráadásul tiszteletlen beavatkozására nincs szükségünk. Ne csodálkozzanak, ha hoppon maradnak. A svéd miniszterelnök pénteki látogatása sikerrel járult hozzá a két ország közötti fair és tiszteletteljes viszonyhoz. Maradnak és lesznek is véleménykülönbségek, hiszen mi, svédek és magyarok nem vagyunk egyformák, de megértéssel tekintünk a különbözőségeinkre, ahogyan az komoly nemzetekhez illik. Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy Ulf Kristersson miniszterelnök úrral a két ország számára kölcsönösen előnyös megállapodásokat is tető alá hoztunk. Ezek erősítik mindkét ország biztonságát. Katonai és hadipari együttműködés eddig is volt a két ország között. Ezt még az első kormányom idején indítottuk el, számos NATO tagállam ellenzése mellett, mert akkor Svédország még semleges ország volt. Ezt erősítettük meg, és bővítettük ki most. Magyarország légvédelmi és légi támadó képességét svéd gyártmányú vadászgépek biztosítják. A vadászgépekről szóló korábbi szerződést meghosszabbítjuk, és 4 új vadászgépet vásárolunk. Ezzel a magyar légierő az ország területén kívül is képes lesz NATO feladatok ellátására a saját nemzeti hadrendünkben tartott vadászgépekkel. A légvédelmi rendszerhez logisztikai szolgáltatások is kapcsolódnak, ezt a szerződést is meghosszabbítottuk, és kiterjesztettük a kiképzésre is. Továbbá megállapodtunk arról, hogy a NATO nyelvezetben kiválóságinak nevezett kutatóközpontot nyit a svéd hadipari vállalat és a Védelmi Innovációs Kutatóintézet,
magyarul megkezdődik az együttműködés a kutatás-fejlesztés területén is. A svéd-magyar hadipari együttműködés és Svédország NATO csatlakozása erősíti Magyarország biztonságát, így kérem képviselő társaimat, a mai napon szavazzák meg a Svédország NATO csatlakozásáról szóló országgyűlési határozatot. Tisztelt képviselőtársaim! Magyarország védelmi képességeit azért is indokolt megerősítenünk, mert a szomszédunkban borzalmas háború zajlik immár 2 éve. 2 éve támadta meg Oroszország Ukrajnát. 2 éve tart az öldöklés és a pusztítás. 100 000 haltak meg, milliók menekültek el a szülőföldjükről, a pusztítás mértéke felfoghatatlan. Magyarország gyászolja a háború áldozatait, együtt érez az özvegyé és árvává tett 100 000-kkel. Segítséget nyújtunk Ukrajnának a sérültek ápolásában és a háborús rokkantak ellátásában. A magyar történelem legnagyobb humanitárius segélyprogramjával támogatjuk a földön futóvá és menekülté tett milliókat. Hozzájárulunk Ukrajna energiaellátásához, illetve annak újjáépítéséhez. Tisztelt képviselőtársaim! Mi magyarok kezdettől fogva tudjuk és mondjuk, ennek a konfliktusnak nincsen katonai megoldása. A háborút nem mélyíteni és szélesíteni kellene, hanem véget vetni neki. Magyarország ezért a háború évfordulóján újra azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaz, erre hívja fel a harcoló feleket, és erre biztatjuk a háborút támogató Európai Uniós és NATO szövetségeseinket is. Nem akarunk egy végtelenül elhúzódó, számunkra is veszélyes háború szomszédságában élni. Meggyőződésünk, hogy a béke az európaiak, az ukránok és az oroszok érdeke is. Tűzszünetért és békéért fogunk dolgozni a nemzetközi politikában, mert csak egy újabb békefolyamat tudja visszahozni a biztonságot Európába és a szomszédságunkba. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az országgyűlés legutóbbi ülése óta számos fontos döntést hozott a kormány. Önök ezeket az intézkedéseket ismerik, az otthonteremtési támogatás kibővítésétől, a béremeléseken keresztül, a zöld energiatermelés és tárolás fejlesztéséig. Kérem önöket, hogy ezek ismertetésétől a sűrű nap miatt tekintsenek el. Adódik még erre lehetőség bőségesen a későbbiekben. Figyelmüket megköszönöm, az előttünk álló ülésszak munkájához mindannyiuknak sok sikert kívánok. Tisztelt Ház, most a képviselőcsoportok reagálása következik. 5-5 perces időkeretben először Tordai Bencének adom meg a szót a párbeszéd részéről. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, kedves polgártársak! Orbán Viktort hallhattuk most 13 percen keresztül magyarázkodni, terelni, csúsztatni és időnként vaskosakat hazudni, de most nem azzal fogok foglalkozni, amit elmondott, hanem azzal, amiről nem beszélt. Először is szeretném, hogy ha már a kormány nem érezte felelősségének, ellentétben az Európai Unió minden más tagállamának kormányával, szóval, hogy ha már a kormány ezt nem érezte a dolgának, legalább az országgyűlés megemlékezzen valakiről, aki fontos példát mutatott mindazoknak, akik a demokráciáért, az elnyomás ellen, a korrupció ellen harcolnak szerte a világon.
Alekszej Navalnyiról van szó, aki életével, munkásságával és halálával is példát adott arról, hogy hogyan lehet megfelelni egy nép szabadságvágyának és demokrácia iránti igényének. Kérem a kedves képviselőtársaimat, hogy az országgyűlés egy perc néma felállással emlékezzen meg Alekszej Navalnyiról. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy a szuverén Fidesz-KDNP frakciónak Putyin Zsoldjában állva nem sikerült kifejezni a tiszteletét Navalnyi emléke előtt. Ez szégyen az ön fejükre. Van még itt szégyen teljes dolog, amiről miniszterelnök úr nem méltóztatott szót ejteni, mégpedig a Fidesz pedofil ügyében az áldozatok kérdése. A mai napig hiába várjuk, hogy valaki az önök oldaláról, a végrehajtó hatalom részéről, a felelősök közül bocsánatot kérjen az áldozatoktól. A bicskei gyermekotthonban sérült áldozatoktól, akiknek valakinek az életét tette tönkre, valakinek pedig az életét vette el egy pedofil bűnelkövető, akiket maguk védenek, és mindazokról az áldozatokról, akik a magyar gyermekvédelemben vagy máshol úgy szenvednek, hogy ezek a szenvedések megelőzhetők lennének. Önök nem kértek tőlük bocsánatot, és nyilván a kormány nevében, a kormány helyett mi ezt nem tehetjük meg, de a törvényalkotó hatalom tagjaiként, az országgyűlés jóérzésű tagjainak nevében én bocsánatot kérek az áldozatoktól, a legmélyebb alázattal szeretném őket megkövetni, és az elnézésüket kérni. Orbán úr nem beszél továbbá arról sem, hogy hogyan lesz ebben az országban egy működő gyermekvédelmi rendszer. Az, hogy a saját volt köztársasági elnöküket megalázva milyen olcsó jogászkodással próbálnak kimenekülni ebből az önök által kommunikációs csapdahelyzetnek érzett problémából, az önöket minősíti, de az is, hogy érdemi a gyermekvédelem és általában a szociális ellátórendszer helyzetét javító megoldásokat a mai napig nem látunk önöktől. És azt sem látjuk, hogy támogatnák azokat az ellenzéki kezdeményezéseket, amelyek a gyermekvédelmi ellátórendszer, a szociális védelem javításáról szólnának. És nem látunk még egy dolgot. Nem látjuk a felelősségvállalást. Ugye az igazságügy miniszter azzal a javaslattal továbbította a köztársasági elnöküknek a kegyelmi kérvényt, hogy azt ne támogassa, majd miután azóta is megmagyarázatlan és megmagyarázhatatlan módon Noa Katalin mégiscsak kegyelmet adott ennek a pedofil segítő bűnelkövetőnek. Az önök minisztere, az ön minisztere Orbán úr ellenjegyezte ezt a kegyelmi kérvényt. De amikor egy ilyen súlyos ügyben a köztársasági elnök és a kormány között egy ellentét feszül, higgyük el azt, hogy az ön véleményét, az ön döntését nem kérték ki, amikor pontosan arról híres, hogy a felcsúti csapat kezdő 11-ig mindenről maga határoz. Higgyük el azt, hogy Varga Judit személyes döntéseként ment szemben Novák Katalinnal. Miniszterelnök úr! Ezért a mondatot befejeztem. Bedő Dávid úrnak az ideje telik. Egyszer már ki volt. Halló, halló. Köszönöm.
Miniszterelnök úr maga szokás szerint mindenről beszélt, csak a lényegről nem. Lassan egy hónapja robbant ki a kegyelmi botrány. Két hete mondott le a köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter, de magyarázatot azt továbbra sem kaptunk. Egy ország várja a választ arra, hogy miért kapott kegyelmet egy pedofilnak a bűnsegédje. Ahogy arra sem kapunk választ, hogy ki a valódi felelős. Magyarázat és válaszok helyett azonban azzal van elfoglalva, hogy mindenki másra kenje egy pedofil segítő kegyelmét. Maga azt gondolta, hogy el van intézve annyival az ügy, hogy belökte a busz alá Novák Katalint és Varga Juditot. Köztársasági elnöknek, volt miniszternek és parlamenti képviselőnek kell buknia azért, hogy maga ne bukjon meg. Mindenki beáldozható, csak magának ne kelljen felelősséget vállalni, bocsánatot kérni és magyarázkodni. Maga tényleg azt állítsa, hogy nem tudott semmiről, mindenki a saját szakállára cselekedett? Miniszterelnök úr, ez az, amit az égvilágon senki nem hiszel, még a sajátjaik sem. Mindenki pontosan tudja, hogy ebben az országban semmi nem történik anélkül, hogy a milliárdokból felújított Karmelitában ne bólintaná rá maga, vagy az ugyanolyan erkölcstelen jobb keze Rogán Antal. Egy teljesen érdektelen közlemény sem adnak ki a maguk rábólintása nélkül. Pedig most szükség lenne egyre, amiben megmagyarázza, hogy miért kapott kegyelmet egy pedofil segítő. Sőt, arról is ideje lenne beszélni, hogy hogyan fordulhatott elő, hogy maga egy pedofilnak kampányolt Bicskén 2002-ben. Hogyan fordulhatott elő, hogy a Fidesz főpolgármestere, Tarlós István kitüntette ugyanezt a pedofilt? Hogyan fordulhatott elő, hogy a Fidesz köztársasági elnöke ugyanennek a pedofilnak a szülőfalujában nyaral? Hogyan fordulhatott elő, hogy miközben Áder János húga, Áder Anna Mária tudott arról, hogy volt vizsgálat és volt gyanú a bicskai pedofillal szemben, Áder János akkori fideszes államfő jóvá hagyta, hogy pedofiliáért elítélt igazgatót magyar bronz érdemkereszttel tüntessék ki? Megkérdezem újra, ki a valódi felelős? Nem elég, hogy nem kapunk válaszokat ezekre a kérdésekre, nem kapunk magyarázatot erre az egész gusztustalan ügyre. Tudja, miniszterelnök úr, melyik az a szó, amely nem hagyta el a maga száját az elmúlt két hétben? A bocsánat. Annyira nem volt képes, hogy bocsánatot kérjen az áldozatoktól. Azoktól a gyerekektől, akiket szexuálisan bántalmaztak a maguk kitartottjai. Mert az az igazság, hogy az önmagát családbarátnak hazudó kormány gyermekvédelmi intézményeiben a gyerekek kiszolgáltatottabbak, mint bárhol máshol. Maguknak a gyermekvédelem egy üres frázis, egy álszent hazugság, ami csak addig fontos, amíg óriás plakátokra lehet tenni. Most pedig minden bizonnyal majd jön egy újabb gyűlöletkeltő, homofób és aljas törvény, amely valódi megoldások helyett csak egy politikai termék lesz. Ismét elköltenek közpénz milliárdokat gyermekvédelmi kampányra és kamukonzultációra, ahelyett, hogy a szociális rendszert finanszíroznák. Hazugságok helyett gyökeres változásra van szükség. A Momentum a kisebbségek üldözése helyett egy valódi gyermekvédelmi reformcsomagot fog benyújtani, amely a szakemberek és az érintettek véleményére támaszkodik. Mi egy olyan rendszerben hiszünk, ahol a gyermekek biztonságban érezhetik magukat, és ha már olyan szomorú élethelyzetbe kerültek, hogy gyermekotthonban nevelkednek, akkor kapjanak meg mindent ahhoz, hogy egy boldog és sikeres életet éljenek. Pontosan tudom, miniszterelnök úr, hogy valódi változást maguk nem fognak eszközölni. Ahogyan azt is tudom, hogy ma sem fogunk magától válaszokat kapni. Ma sem fogja elárulni, hogy miért kapott kegyelmet egy pedofil segítő. Ma sem fog felelősséget vállalni. De legalább annyit tegyen meg, hogy bocsánatot kér az áldozatoktól a kormány nevében, ha már a maga kormánya adott kegyelmet. Köszönöm. Most Ungár Péter következik, az LMP frakciótól, megadom a szót. Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterelnök úr. Sokat beszélünk mostanában a gyermekvédelem ügyéről, és egy számmal szeretném kezdeni azt, hogy erről beszéljünk. 282.625 forint, ennyit keres 5 év gyakorlattal egy 39 éves gyermekvédelmi dolgozó egy dunántúli városi intézményben. Nagyon egyszerű a helyzet,
hogyha nem sikerül a gyermekvédelmi dolgozók végre egyszer valahára a bérüket érdemben növelni, akkor nem tesznek semmit a gyermekvédelem érdekében. Több mint 80 intézményben voltam, szociális intézményben az elmúlt években, és több gyermekvédelmi intézményben. Megkérdeznek bármilyen intézményvezetőt, azokat az intézményvezetőket is, akiket önök neveznek ki, akiknek nagyon nagy hitük van a Fideszbe, ők is azt fogják mondani, hogy nem találnak új kollégákat, mert olyan a bérszínvonal a gyermekvédelmi rendszerbe, hogy a csőd szélén áll. A gyermekvédelmi dolgozók nagy része csodálatos munkát végez. Szomorú az, érthető, de szomorú, hogy amikor tragikus és rettenetes dolgok történnek, akkor kerülnek be a hírekbe, de a gyermekvédelemben dolgozókat akkor tudjuk valójában megbecsülni, hogyha végre a rettenetes egészségügyi bérszínvonal 50%-a helyett érdemi béremelést adnak önöknek. Nagyon egyszerűen fogják tudni a választópolgárok, hogy komolyan gondolják-e az új gyermekvédelmi törvényt. Ha benne van a béremelés, akkor komolyan gondolják, ha nincs benne, akkor egy üres frázis. A helyzet az, a gyermekvédelem mellett, bár itt említette, évértékelőjén sokat beszélt arról, hogy milyen zöld átállás volt Magyarországon. Sokat beszélt a zöld átállásról, és most engedje meg, hogy nem sorolom végig az összes mondatot, amit önök mondtak. Korábbi államtitkára, aki azt mondta, hogy a napenergia nem kell Magyarországnak, mert éjjel is akarunk világosságot, vagy mondjuk Szijjártó Péter, aki azt mondta, hogy mindig fontosabb lesz az autóipar érdeke, mint az, hogy milyen klímacélok vannak. De az minden esetre biztos, hogy amit önök zöld átállás nevén működnek, az semmi más, mint a kínai és a német tőkének való kiszolgálás, mint az, hogy Magyarországból akkumulátorgyarmatot csináljanak. Sóskúton az emberek fellázadtak a tervezett gyár ellen, és ahelyett, hogy önök hagyták volna, hogy helyi népszavazáson kinyilvánítsák a véleményüket, helyette Szijjártó miniszter úr egy kiemelt kormányzati beruházásba elvette tőlük a jogot, hogy beleszóljanak a saját lakóhelyüknek a kérdésébe. Ugyanezt teszik országszerte mindenhol, és miniszterelnök úr, attól még, mert ő nem mondja ki az akkumulátorgyárnak a szavait azért, hogy átnevezze másképp, hogy hát, ha meg tudja nyerni ezt a politikai meccset, attól még tudja, hogy a magyar emberek többsége már nem ért azzal egyet, hogy a termőföldjeinket, hogy a vizeinket elszennyezzük a külföldi tőke érdekében. Amit ön a vízről mondott az évértékelőjében, amire itt utalt, az nagyon egyszerűen egy szintiszta hazugság. Szerintem ezt ön is tudja. A helyzet az Magyarországon, hogy ha az összes tervezett akkumulátorgyár megépül, akkor 15%-kal több lesz az ország vízigénye, mint eddig. Hogyha nem hiszi azt, hogy a víz egy nagyon fontos kincs, akkor arra szeretném kérni, hogy hívja föl jó barátját Áder Jánost. Ő nagyon sok podcastban beszélt erről hosszan, bár viszonylag mindenféle valódi cselekedet nélkül, és meg tudja győzni arról, hogy a víz egy olyan kincs, amit egyszer tudunk elpocsékolni, és önök most éppen erre készülnek. Végezetül pedig arra szeretnék reagálni, hogy nagyon sokan a mi politikai oldalunkról becsmérlően beszéltek azokkal az emberekkel, akik 2022-ben önt választották Márki-Zay Péter helyett. Én azt szeretném mondani nekik, hogy az ország köszönettel tartozik azoknak a szavazóknak, akik korábban a Fideszre szavaztak, mert egy telefonos közvéleménykutatással megbuktattak egy köztársasági elnököt, meg egy igazságügyminisztert. Nem Gyurcsány Ferenc tette ezt, nem én, nem ön, ezt azok a szavazók tették, akiket önök fideszesnek tartottak. Akik nem dőltek be az Origó propagandájának, akik önmaguk hoztak véleményt, és akiknek júniusban olyan alternatívájuk lesz, amivel vissza fogják tudni hozni a valóságot a fideszes gépezetnek a mélységére. Olyan emberek lázadtak most föl ez ellen a döntés ellen, akikről korábban mi is mondtunk kritikai megjegyzéseket, és akiket önök korábban mindig azt gondolták, hogy mindenben támogatja önöket. Ez nem így van, a magyar emberek mindig képesek az önálló véleményalkotásra, és ebben is képesek voltak arra. Most a Jobbik képviselő Lukács László György következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt miniszterelnök úr! A köztársasági elnök asszony döntésével kapcsolatosan szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy ez az egyetlen és helyes döntés volt, amelyet hozott. Talán egy kicsit hamarabb meg lehetett volna hozni a döntés. Ezzel kész
helyzet elé állította az országot is, és az országgyűlést is, és ami igazán fontos, és következik ebből a lemondásból, az maga a gyermekvédelmi szabályoknak, vagy akár az egész gyermekvédelmi intézkedés csomagnak, vagy a felállt intézményeknek az áttekintése. A Jobbik konzervatívok volt ez, és ezt talán önök előtt nem titok, aki az elmúlt ciklusban is a gyermekvédelmi törvény különböző szigorításait mindig támogatta, ezt követően is ez lesz. Mi hiszünk abban, hogy ezen a téren még rendkívül sok tennivaló van. Megfogalmaztunk saját javaslatot is, de önöknek azt javasoljuk, hogy a szakmával egyeztetve, a szakmai szervezetekkel közösen hozzák meg a döntéseket, illetve az előkészítéseként legyen, hiszen akkor van ennek egyáltalán értelme. Tehát ebben vár ránk egy munka, ebben a Jobbik konzervatívok elkötelezett. Azonban maga a köztársasági elnök asszony körüli botrány is rámutatott arra, hogy az a berendezkedés, hatalmi berendezkedés, amelyet ön választott, az fenntarthatatlan, és az, amilyen irányban most a köztársasági elnök választással megyük, szintén fenntarthatatlan. Ugyanis jobboldali konzervatív gondolkodók azt úgy tartják, hogy a mai világban nem a hatalomnak a koncentrációjára, hanem annak a relokalizálására van szükség, azaz az áthelyezésére a hatalomnak, például a karmelitától, az emberek közösségéhez, a legkisebb közösséghez. Ez van az önkormányzati választásoknál, ez van akkor, amikor köztársasági elnököt közvetlenül hagyunk választani, és ez van azokban az esetekben, amikor fontos témákban népszavazás útján dönthetnek az emberek. Itt hát a Jobbik konzervatívok úgy látja, hogy ebben közvetlen köztársasági elnök választásra van szükség, hiszen annyira erodálódott és annyira csökkent most ennek a tisztségnek a társadalmi bizalma, hogy csak úgy lehet helyreállítani, hogyha ismételten az emberek legszélesebb körét kérdezzük meg ebben. Ami a svéd csatlakozást illeti, most mégiscsak úgy néz ki a helyzet, hogy azért, hogy a svédek csatlakozhassanak, mi veszünk repülőket, illetve a harci gépeket. Tehát nem tudom, hogy mennyire sikerült jól ez az alku, hogy mi úgy engedjük be őket, hogy még mi vásárolunk tőlük. Valójában azt vártuk el, hogy ez egy tisztességes megegyezés legyen, amivel már régóta tartoztunk a svédeknek, amelyen régóta tartoztunk már a NATO szövetségesi közösségének, hiszen hiszünk abban, hogy nekünk azok a szövetségeseink, a biztonságunk, akik jelenleg is a NATO-ban vannak, és a NATO képes hadi értelemben, illetve külbiztonsági értelemben az ország biztonságát garantálni. A másik ilyen kardinális pont az pedig, hogy az európai közösséggel milyen a viszonyunk, közismert ővelük is önöknek igazán rossz a viszonyunk. Mi hiszünk abban, hogy nekünk a NATO mellett Európa a biztonságunk, és az európai közösség képes megadni az embereknek azt, amire igazán szükség van, például az európai bérekre. Ezért is mondjuk, hogy Magyarországon valójában egy bérfelzárkóztatásra van szükség, és én azt tapasztalom, hogy jelenleg ebben a politikai közegben Róna Péter, a Jobbik konzervatívoknak az európai parlamenti képviselő jelöltje, listavezetője az egyedüli, aki azt képviseli, hogy a magyar emberek igenis tisztességes bért érdemelnek. Ami a háborút illeti, világos az álláspont, miniszterelnök úr mindig kifelejti, hogy igazságos békére van szükség. Az igazságos békének a feltételeit pedig úgy lehet elérni, hogy az orosz felet rá kell bírni arra, hogy hagyja el azokat a területeket, amelyek Ukrajnához tartoznak. Enélkül ennek a háborúnak nincs lehetősége, hogy lezárják, csak az igazságos békével lehet ezt elérni, ezt már rengetegszer megvitattuk. Viszont van egy másik olyan, hogy tetszik, háborús terület, ami számunkra igazán fontos, ez pedig a magyar munkahelyekért folytatott háború. Ugyanis azt látjuk, hogy ebben külső erők legfőképp keletről érkeznek, olcsó ázsiai migráns munkások tömegével jönnek Magyarországra, hogy elvegyék a magyar emberektől a munkát, hogy a béreket alacsonyan tartsák, hogy a magyar embereknek ne legyen más választásuk, mint hogy elhagyják a munkahelyeiket, és ha úgy hozza az élet, akár Kelet-Magyarországról Nyugat-Magyarországra vagy külföldre mennek. Szerintünk ez fenntarthatatlan. Magyarországon ki kell mondani és meg kell mondani azoknak a befektető vállalkozásoknak, akik ide akarnak érkezni, hogy migráns munkásokkal nem lehet feltölteni ezeket a munkahelyeket, magyar emberekkel kell, akiket tisztességes bérért kell foglalkoztatni, hiszen ez mindig elmaradt, és miniszterelnök úr hiába bólogat, ön is azt képviselte, hogy a magyar munkaerőt az olcsó bérrel, a rugalmas munkatörvénykönyvével szolgáltatja ki ezeknek a vállalkozásoknak. Hozzáteszem azt, hogyha ilyen tőkét és ilyen vállalkozásokat hoz be, mint a mérgező akkumulátorgyárak, ez valójában egy liberális gazdaságpolitika, amit folytat. Nem a belső tartalékaira épít az országnak, nem az országban meglévő versenyképességet növeli, hanem azoknak a vállalkozásoknak a kiszolgálójává válik, akik például Gödön mérgezik a magyar jövőt, mérgezik a magyar gyermekeket és mérgezik a magyar környezetet. Ilyen vállalkozásoknak az Alföldön és a nagy települések környékére való telepítése, olyan vállalkozások, akik nem bánnak tisztességesen a magyar emberekkel, magyar dolgozókkal, elfogadhatatlan, mi tisztességes béreket követelünk a magyar embereknek, és arra kérjük önöket, hogy ilyen gazdaságpolitikát folytassanak. Köszönöm.
Most a Mi Hazánk frakcióvezetője Toroszkai László képviselő következik. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszterelnök úr, az a baj, hogy egyre nehezebb komolyan venni azt, amit mond, ugyanis most már sokadjára bizonyítják be azt, hogy egészen más cselekszenek, mint amit mondanak, és ami a bicskei ügyet illeti, az most már az egész ország számára közismert, hogy milyen képmutató rendszert sikerült önnek fölépíteni, hiszen azok az érintett személyek, akiknek a neve most már nyilvánosságra került, mind az ön emberei, ön választotta ki őket. Viszont szeretnék olyan 5 területet mondani ebben az 5 percben, amin keresztül még be tudjuk azt bizonyítani, hogy önök rendkívül képmutatóak, és egészen más cselekszenek, mint amit ön is el szokott mondani. Ezt az 5 területet azért emeltem ki ebben a kevés 5 percben, mert tipikusan olyan területek, ahol ráadásul egyékényen árulnak a balliberálisokkal, tehát kevesebbet hangzik el, legalábbis hiteles szájból ezzel kapcsolatban néhány információ. Én azért néhány adatot összegyűjtöttem. Ez a gazdaságpolitika, a vendégmunkások, a covidoltások, a NATO csatlakozás és Ukrajna. Nézzük ugye először a gazdaságpolitikájukat. Miközben önök azt mondják, hogy önök nemzetiek és a magyar emberek érdeke mindennél fontosabb, ehhez képest mondjuk az elmúlt 14 esztendőben több mint 3-szor annyi pénzzel támogatták a globális nagyvállalatokat, a multikat, mint az elődeik a 2010 előtt kormányzó, szintén globális gazdaságpolitikát folytató balliberális kormányok. Látjuk ennek az eredményét, az önök és a balliberálisok gazdaságpolitikájának az eredményét. 2005-ben a bukaresti 9-ek közül még csak a csehek voltak előttünk a medián jövedelmek összehasonlításában, 2022-ben már szinte mindenki előttünk van. Tehát elénk kerültek az észtek, a litvánok, a lettek, a lengyelek, a szlovákok, akikkel még versenyben vagyunk medián jövedelmek tekintetében, azok a románok, és akik biztosan még mögöttünk vannak, azok pedig a bolgárok. Ez az ön gazdaságpolitikájának és a balliberális kormányok gazdaságpolitikájának az eredménye. Ezzel szemben a Mi Hazánk mozgalom tényleg a magyar vállalkozások, a magyar értékek, a magyar adottságokra, a magyar dolgozókra figyelne oda, és akkor például mi nem engednénk be az ukrajnai mézet Magyarországra akkor, amikor önök 25 000 méhészetből élő magyar családot magára hagytak, nem segítik, nem piacot keres mondjuk a külgazdasági miniszter, hanem beengedik inkább még az ukrán mézet is. De nézzük a gazdaságpolitikájuk kapcsán mondjuk a MOL-nak a helyzetét. Miközben Magyarországon 6-700 forintos üzemanyag árral szembesülnek a magyarok, mondjuk Spanyolországban 460 forintos üzemanyag árról beszélünk. Ennek többek között az oka, hogy a jövedéki adó, ami eddig is magas volt, azt most még emelik, de arra még rájön a 27%-os áfa, tehát önök még az adót is megadóztatják, és ebből keletkező gigantikus nyerességet az elmúlt 2 évben, ugye 5-600 milliárd forintról beszélünk, látjuk, hogy hova viszik, mutatok egy-két példát, például az ön politikai igazgatójához tartozó, tehát Orbán Balázshoz tartozó Matthias Corvinus kollégiumhoz, vagy például a 10,49%-os részvényes, ugye a MOL új Európa alapítvány kuratóriumi tagja is, Schmidt Mária és Demeter Szilárd, ide megy az a rengeteg pénz, amit a magyar emberektől önök mondjuk bevasalnak. Aztán nézzük a vendégmunkásokat, ugye önök azt mondták, hogy nem akarnak népességcserét, a Mi Hazánk mozgalom sem akar, épp ezért mi a vendégmunkások előtt nem akarjuk megnyitni a határokat. Önök megnyitották, 5 percben nem fér bele, azért nézzünk egy-két konkrét példát. A német Málec cég balassagyarmati üzemében indonézekre cserélték a magyarokat. Mondjuk a gyöngyösi Braun cég 40 embert elbocsájtott, helyükre filippinokat hoz. Az ételfutár cégeknél, a Voltnál vagy a Foodpandánál a magyarokat pakisztániakra, indiaiakra cserélik, a salgótarjáni Bumcsún dél-koreai cég vietnámiakra cseréli a magyar munkásokat, és hát a legjobb, amit ugye szintén nekünk kellett leleplezni, napvilágra hozni, hogy még a nagy Magyarország parkban is indiai vendégmunkásokat állomásoztatnak, és Bayer Zsolt, az önök alapítója, megmondó ember ezzel kapcsolatban elmondta, hogy semmi baj a vendégmunkásokkal, hiszen jó, hogy itt vannak, és abban a videóban, ahol lelepleztük ezt az esetet, például elmondja maga az indiai vendégmunkás, hogy természetesen 2 év után nem akar hazamenni. Hosszú távra tervez, majd a családját is el fogja hozni. Aztán a NATO csatlakozás. Ugye önök itt mindenkit átvertek a szokásos színjátékkal, elmondták azt, hogy megosztott a Fidesz frakció, és hogy nem biztos, hogy megszavazzák Svédország NATO csatlakozását. Most végül is nyilvánvalóan meg fogják szavazni, ezt az első pillanatban tudtuk, és arra hivatkoznak, hogy 4 Gripent fogunk kapni. Hát nem kapjuk, kérem miniszterelnök urat, hogy mondja el, hogy mennyi
mennyi pénzbe fog kerülni a magyar adófizetőknek a négy Gripen, és tegyük hozzá, hogy már egy évvel ezelőtt arról beszéltek, hogy jön a négy Gripen, az önök államtitkárai mondták ezt el, tehát ez megint egy óriási bábszínház az embereknek. Aztán az oltások káros mellékhatásával kapcsolatban számos országban nyomoznak, Magyarországon semmi nem történik, Ukrajna csatlakozása és támogatása, finanszírozása pedig magáért beszél, hiszen tudjuk, hogy ott is ön jóváhagyta, hozzájárult ahhoz, hogy finanszírozzák Ukrajnát. Köszönöm. Most az MSZP képviselőcsoportjának vezetője Tóth Bertalan következik, megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, miniszterelnök úr. Néhány hete valószínűleg, hogy nem ilyen ülésszakkezdő beszédre készült. Éppen ezért érdemes megnézni a kiinduló pontot, hogy most hol tartunk. Ön és a kormánya Magyarországot gazdasági válságba sodorta. Gazdasági válságba, hiszen a GDP nem pozitív nulla lett, hanem inkább mínusz egy. Csökkent a foglalkoztatottság, növekedett a munkanélküliség, drasztikusan visszaesett a fogyasztás. Egy kutatás szerint 10-ből 7 magyar kereső, családfenntartó magyar nem jön ki hóvégén a fizetéséből. Az egészségügy romokban, szociális ellátórendszer romokban, és azt gondolom, hogy nem csak gazdasági, hanem szociális válságban is kormányozta Magyarországot. Szóval itt van a bizalmi válság, amit a nemzetközi porondon sikerült elérnie, szégyenkezünk is önök miatt. A szövetségeseink szemében biztosan bizalmi válság van, hiszen ez a szövetséget értékalapon szokták kötni, a kupeckedés pedig inkább érdek alapú. Valóban várjuk, hogy ebben a svéd NATO csatlakozásban kijárt jól azok, akik eladták a Gripeneket nekünk sok pénzért, vagy mi, akik ezért fizetni kell. És most az elmúlt hetekben morális válságba sodorták Magyarországot. Azt gondolom, hogy ez a morális válság ez oda vezetett, hogy önök nem méltóak arra, hogy Magyarországot képviseljék. Mert önök szerint nem az a valódi probléma, hogy pedofil bűncselekmények történtek egy állami fenntartású gyermekotthonban évekig, hanem az, hogy ez kiderült. Önök szerint nem az a baj, hogy képmutató módon beszélnek családról, gyermekvédelemről, miközben a valóságban gyermekeket, szexuálisan molesztáló bűnözőket mentegetnek, leépítik a gyermekvédelem intézményét, hanem az, hogy leleplezték az önök pedofil segítő tevékenységét. Nem véletlenül mondják most önökre, hogy pedofidesz. Ez azonban még sincs rendben, ahogy az sem, hogy ön ezt a kegyelmi ügyet hibának nevezi, ez egy súlyos erkölcsi bűn volt. Pedofilvédő, pedofil mentegető, támogató politikusoknak nincsenjük a közéletben. Ön azt mondta, Novák Katalin és Varga Judit lemondása megerősíti önöket. Nos, ha ez így van, akkor azt javaslom, hogy végezzenek még néhány hasonló erősítő gyakorlatot, ráfér önökre, mert azt az egyet senki, még egyszer mondom, senki nem hiszi el, hogy a bicskei pedofil igazgató bűntársának kegyelmét önállóan döntötte el Novák Katalin. Azt pedig végképp nem hiszi el senki, hogy önállóan, kizárólag saját döntése alapján vállalta át a kormány nevében a politikai felelősséget Varga Judit. Nincs az az ember ma Magyarországon, aki elhiszi, hogy egy ilyen ügyről nem tudott. Sőt, nem csak, hogy nem tudott, de ne döntött volna ebben a kérdésben. Úgyhogy tisztelettel felteszem önnek a legfontosabb kérdéseket, kérem, hogy válaszában erre térjen ki. Ön adta ki a parancsot, hogy Varga Judit változtassa meg a korábbi véleményét, és ellenjegyezze Novák Katalin kegyelmi döntését? Igen vagy nem? Ha nem, akkor kiadott Varga Juditnak az ön környezetéből ilyen javaslatot, utasítást. Amíg ezekre a kérdésekre nincs válasz, és az, aki ebben részt vett, nem távozik a közéletből, azt gondolom, hogy vagy bármilyen köze van ez a gyalázatos döntéshez, addig kormánya, pártja minden erkölcsi alapot elvesztett, hogy ezt az országot vezesse. Tisztelt országgyűlés! Az a botrány, amely rámutatott az Orbán kormány és a Fidesz morális válságára, csak tünet. Tünete a rendszerhibának, amiben érünk. Tünete annak, hogy nem működik ma Magyarországon az intézményrendszer, a hatalmi ágak nem töltik ki a funkciójukat, mert mindent a karmelitából irányítanak. Tünete annak, hogy nem működik a szociális ellátórendszer, mert ilyen bűncselekményeknek korábban is ki kellett
volna derülniük. Tünete annak, hogy nem működik megfelelően a gyermekvédelmi rendszer, és innen üzenném a leendő köztársasági elnöknek, Sőok Tamásnak, hogy a gyermekvédelmi, gyermekjogi rendszer működésével kapcsolatban alapvető problémák vannak, miközben ő 2019-ben még úgy fogalmazott, hogy mivel az Alkotmánybírósághoz ilyen ügyek nem kerültek, ezért rendszerhiba sincs. Üzenem neki, hogy van. Tisztelt képviselőtársaim, a mai válság, a Fidesz rezsim válsága, amely miatt egész Magyarország szenvedés szégyenkezik. Lehet összeesküvés elméleteket gyártani, nem a önök tehetnek erről a háború, a migránsok, Brüsszel, Soros, Vasorrubába, ezekről önök tehetnek, Orbán Viktor és a Fidesz. Köszönöm szépen. Most a KDNP frakcióvezetője Simicskó Istvánnak a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Köszönjük szépen a miniszterelnök úr tájékoztatását, és engedjék meg, hogy zárójelben jegyezzem, hogy ez egy olyan műfaj, amikor a miniszterelnök úr rendszeresen tájékoztat minket az adott és aktuális helyzetről, és őszintén elmondja a problémákat is, nem eltakarva ezt, és megoldási javaslatokat is fölvázol. Erre a frakcióvezetőknek, a frakcióknak az a lehetőség adhatik, hogy reagáljanak rá. Én most végighallgattam a baloldali képviselők reakcióit, és nagyon sok esetben nem a miniszterelnökre reagáltak, hanem az üzemanyagártól kezdve előre megírt, megfontolt, eltervezett, sok esetben kellően tiszteletlen stílusban elmondott. Gondolok itt többek között Bedő képviselő úrra, aki egyszer pólóba bejön ide, nem adva meg a tiszteletet a háznak sem. Ennek a helynek van egy szellemisége, ez a Magyar Országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Azt kell mondjam, hogy figyeljen oda erre legközelebb, jó? Az, hogy milyen stílust enged meg önmagának a miniszterelnökkel szemben, meg a helyen szemben, az önmagát minősíti. És zárójában hagyjázzem meg, Gerencsér képviselő legalább egy kicsit visszafogottabb volt ebben a kérdéskörben, nem azért, mert az zakó is van rajta, de az biztos, hogy talán egy picit más stílus vitt. De hát ez az önök dolga, hogy ki a frakció vezetőjük, és milyen stílusban szólal föl, csak idősebb jogán elmondom önnek, hogy illik viselkedni egy ilyen házban. Tisztelt képviselőtársaim, térjünk a lényegre. Gyermekeink védelme, erről szólt a miniszterelnök úr, mindennél fontosabb. És én azt hiszem, hogy az, amikor 2021-ben Kocsis Máté előterjesztésében a legszigorúbb, Európában a legszigorúbb gyermekvédelmi törvényt hoztuk be a házfalak közé, akkor önök ezt nem szavazták meg. Nézzenek önmagukba, és amikor elhangzik, hogy milyen kritika érheti a kormányt ezen a területen, azért hadd mondjam el, hogy, és erről Kocsis Máté is beszélt már korábban egy sajtótájékoztató alkalmával, amikor arról beszélt, hogy igenis önök nevezték ki, a Demszki Gábor nevezte ki a Bicskei Gyermekotthon vezetőjét, sőt meg is hosszabbították a mandátumát ennek a személynek. Miről beszélnek, tisztelt képviselőtársaim? Nem beszélve az áldozatsegítő központokról, amelyet Tuzson Bence igazságügyi miniszter úr karöltve, többek között Király Nórát miniszteri megbízottként kinevezve látja el ezt a fontos tevékenységet. Tehát ami most előttünk áll, az egy még szigorúbb törvénynek az elfogadása. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy önök hogy fognak majd szavazni. Úgyhogy ezt mindenképpen fontos szerintem tisztáznunk, ha már itt mindenféle kritikát megfogalmaznak. Szerintem nagyon fontos, amit miniszterünk elmondott, az átvilágítás kérdésköre, hogy a különböző gyermekvédelmi szociális intézmények vezetőit, munkatársait, akik nagyon komoly feladatot látnak el, de mégiscsak fontos, hiszen gyermekeink védelméről van szó, hogy tiszta erkölcsű, feltétlen emberek legyenek a vezetőik. Ez az átvilágítás megkezdődött. Az új köztársaság elnök támogatásának kérdésköre valóban a KDNP frakciója egyöntetűen és egyhangulag támogatja Sőok Tamás köztársaság elnöki történő választását. Sőok Tamás egy komoly ember, jogász ember, életútja fethetetlen. Ez minden esélyt megad arra, hogy a nemzet egységét megpróbálja ismét megteremteni és létrehozni. Ebben számíthat a KDNP frakció támogatására. Tisztelt képviselőtársaim, Svédország NATO csatlakozása. Igen, ebben voltak vitáink, belső vitáink is voltak, ezt sem titkoltuk el. Hiszen nagyon-nagyon sok támadás, alaptalan támadás érte Magyarországot Brüsszelben is, és máshol is, az Európai Unióban is, svéd barátaink részéről, többségében svéd baloldali politikusok részéről. Üdvözöltük azt, hogy a svéd miniszterelnök eljön ide, megteszi ezt a gesztust, elment Törökországba, és igen, elvártuk, hogy jöjjön ide is Magyarországra is, és tárgyaljon Orbán Viktor miniszterelnökkel. Ez bekövetkezett. Ez a tárgyalás eredményes volt, és erősödik a magyar légtérvédelem, újabb 4 Gripennel.
Többek között egyébként Magyarország imázsa, országképe is erősödik, szövetségi kötelezettségének még jobban eleget tud tenni, hiszen nem csak a magyar légteret védelmezi, hanem sok esetben a balti légteret, a szlovák légteret és a szlovén légteret is. Ez példaértékű a NATO-n belül, elismerésre méltó, úgyhogy bízunk benne, hogy ez az együttműködés még tovább erősödik, és komoly politikai, gazdasági hasznot hoz Magyarország számára. Azonban szeretném megjelzni, hogy nem tűrtük el, és a jövőben sem fogjuk eltűrni azt, hogy mások mondják meg, hogy mit tegyünk, mások diktáljanak. Önök eltűrik és elfogadják, ezt mi láttuk az elmúlt időszakban már, kedves Vadai képviselőasszony. Az ukrán nép segítése, ez sem külső nyomásra történt, hanem őszinte keresztényi szeretetből, igenis támogatjuk az elesetteket. Az ukrán gyerekek, akik itt tanulnak magyar iskolákban, több százan, több ezen, ez mind-mind a magyar kormánynak önként vállalt döntése volt, és nagyon helyes döntése volt, hiszen szolidárisak vagyunk a háborúban sújtott emberekkel. Végezetül pedig hagyzáljam azzal, hogy bár Gyurcsán Ferenc most utána nyomott gombot, de hallgattuk a beszédét, és keresztény hívek nevében szeretném visszautasítani azt, hogy sértő megjegyzéseket tett a keresztény hívek társadalmára, a közösségére, a keresztény Magyarországra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Most Gyurcsány Ferenc következik. Vannak dolgok, amelyektől undorodunk. Egyik ember például a pókoktól, és másik meg mondjuk a békától. De vannak dolgok, amiktől minden egészséges ember undorodik. Ilyen például az, ha egy felnőtt férfi egy ártatlan kisgyermek bugyjában turkál. És undorodunk azoktól is, akik ezt az ocsmány dolgot, ezt a borzasztó pedofíliát elnézik, segítik, mentegetik. Ha már kereszténység. Mert ahogy a példabeszédek könyve szerint az Úr, úgy mi is utálatosnak tartjuk, ki a bűnt menti, ki az istentelent igaznak mondja. Ráhallgatva mondom, hogy itt ül velünk szemben Magyarország első pedofil barát miniszterelnöke. Az imént ugyan beszélt valamiről, de ez már nem fontos. Már érdektelen, már undorodunk tőle. Undorodunk tőle, mert lehetővé tette, mert felépítette, mert kinevezte, mert tudta, mert mégis csendben maradt, mert csak annyit mondott, hogy hiba történt. Hiba? Ha már isteneskednek nap, mint nap, ha már közszemlére teszik hitüket, mint sarki lányok a testüket, akkor forduljunk magához, a Teremtő Úrhoz eligazításért. Az írást fogom idézni. Özvegyet vagy árvát ne nyomorgassátok. Ha sanyargatjátok őket, hozzám kiáltanak. Én meghallom kiáltásukat, felizzik haragom, és megöllek titeket karddal, úgy, hogy feleségeitek özvegyekké lesznek, és a fiaitok árvákká. Azért ez szerintünk is túlzás lenne. Majd könyörgünk az Úrhoz, hogy ez már ne. De a kormányfőnek tudnia kell, hogy állítólagos hite szerint sincs üdvözülés bűnbocsánat nélkül, és nincs bűnbocsánat bűnbánat nélkül. Önök hallottak bűnbánatot? Én nem. Hallották, hogy akár csak egyszer bármelyikük is azt mondta volna, hogy bocsánatot kérünk a gyerekektől, mert bűnt követtünk el ellenük. Bocsánatot kérünk, mert a bűnös oldalra álltunk a megerőszakolt gyerekekkel szemben. Bocsánatot kérünk, mert olyan rendszert építettünk fel, ahol az Istenre való hivatkozás a bűn leplezését jelenti. Bocsánatot kérünk, mert mocskossá lettünk, mert undorítóak lettünk. Nem. Nem hallottunk ehhez foghatót, még csak hasonlót sem. Ki se ejtették a megerőszakolt gyermekek nevét, a 133 úgymond bátor ember és gazdájuk egy szót se szólt. A gyerekekhez, akiknek neve van, élete van és fájdalma van. A kormányfőnek és rendszerének meg vége van. Valamely politikával lehet egyetérteni és lehet egyet nem érteni. Egyik vagy másik politikus lehet kedvelni, és mit akadás lehet utálni. De ha valakitől emberként undorodnak, miniszterelnök úr, akkor annak vége. És most ez történik magukkal. Mostantól másképp néznek magukra az emberek, undorodva.
Nem akarnak önökkel lenni, mert félnek, hogy maguk is mocskosak lesznek. Önök és a rendszerük a politikai támogatásnak sokkal többet veszített most el. A lehetőséget, hogy önöknek érvényes szava lehessen közös dolgainkról. Biztosan olvasták a Bűn és bűnhődést. A bűntől mocskossá lett Raskolnikov történetét. A bűn pár napját a véget nem érő szenvedés követi. A gyötrődés, az áramatlanság, a szégyen, az önfelmentés, a félelem, az önvád egymás követő fázisai. Önökre is ez vár. Forgolódni fognak. Higgyék el. Önök elfogytak. Már a köztársasági elnököt is csak puccsal merik megválasztani. Megpuccsolják saját, megmaradt alkotmányos nézeteiket is. Ma úgy kellene elnököt választanunk, hogy egy kérdésünk nem lehetne a jelölthöz, hogy egy mondatot nem mond a jelölt, hogy milyen elnök lenne. Elég annyi, hogy egy a közvélemény számára ismeretlen emberre rábökött Orbán Viktor. Ennyi elég? Önöknek elég ennyi a köztársasági elnöki válláshoz? Úgy tűnik, hogy igen. Most már értik, ugye, hogy miért Orbán Viktor a felelős a pedofil botrányért is, a pedofil hálózatért is. Ugye értik, hogy miért undorító ő is, és rendszere is. Mert ilyenné lett, mert ilyenné tette. Köszönöm szépen. Elnézést, képviselő urak, csak hölgyek, csak meg kellett várni, még a házhoz illő méltósággal tudok szót adni Kocsis Máténak, és megtakarítsam az időt és az energiát, hogy kommentáljam mindazt, amit az előző felszóló elmondott, de azért azt tudom mondani, hogy róla ebben a házban minden bűn ellenére, amit egymásra halmozott, senki ilyen tónusban nem beszélt. És remélem ez a jövőben is így lesz. Parancsoljon! Köszönöm szépen a szót! Tisztelt elnök úr, igyekszem eleget tenni az előbbi kérésének, nem vállalok rá garanciát, ugyanis anélkül, hogy minősíteném azt az egyperces néma felállást, amit önök megtettek, önök egy orosz állampolgáról megemlékeztek ma, van magyar állampolgár is, aki harcosan kiállt a demokrácia eszméje mellett. Ő Nagy László, akinek az az ember kilövette a szemét, majd nem csak a szeme világát veszítette el ez a demokráciaért kiálló ember, hanem a munkáját, a családját, az élete is tönkrement, majd 2022-ben meghalt. Az ő emlékére nem álltak föl egy percre, és ezt én szégyellem. Ami az előbbi felszólásokat illeti, azon tűnődtünk az elmúlt jó néhány percben, itt többet magunkban, hogy azért önöknek van bőr az arcukon, az biztos. Serpenyő gyártó cégek a könyörögnek a technológiáért, az ma biztos vagyunk. Ugyanis, tisztelt képviselők, elmondom önöknek, hogy mi az, amit önök sosem tartottak fontosnak. 2021-ben volt nekünk egy pedofil ellenes és gyermekvédelmi törvényünk, ebben döntöttünk arról, hogy a súlyos, minősített esetű pedofil bűncselekmények ne évüljenek el. Ezt önök nem támadták meg, vagy nem támogatták. Nem támogatták. Elnök úr, a horda nem nyugszik, elnézést kérek sem. Másrészt a megítélés a... Tisztelt képviselőtársak, önök 2021-ben azt sem támogatták, hogy essen egy megítélés alá a pedofil bűncselekmények súlyosabb esetei, essenek egy megítélés alá az emberüléssel. Azt sem szavazták meg, hogy ne dolgozhassanak gyermekek közelében újra a pedofil bűnelkövetők. Önöknek ez nem volt fontos. Azt sem szavazták meg, hogy kereshető legyen a magyar pedofil nyilvántartás. Ezt sem szavazták meg. Mindet ellenezték. Úgy, ahogy a népszavazás, a gyermekvédelmi népszavazás ellen is hergeltek. De nem új keletű, ez nem 2021-ben kezdődött, képviselőtársak. Ez 2016-ban már létezett, sőt 2013-ban. Önök 2013-ban nem szavazták meg
azt, hogy akik gyermekek sérelmére követnek el súlyos bűncselekményeket, azok ne végezhessenek a gyermekek felügyeletével, gondozásával, gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet. A gyermekbarát igazságszolgáltatásra vonatkozó javaslatot sem szavazták meg, és 2016-ban sem szavazták meg a gyermekvédelmire jelzőrendszer kialakítására vonatkozó javaslatot. Sőt, azt sem szavazták meg, hogy megtiltsuk a kiskorúak esetében az ellátás, a háziorvosi ellátás visszautasítását. Köteles mindenki gyermekeket ellátni. Önöknek nem volt fontos 13-ban, 16-ban és 21-ben sem. De ami a vádakat illeti, tisztelt képviselőtársak, nagyvonalúan elhallgatják, hogy a Bicskei gyermekotthon igazgatóját 1990-ben Demszky Gáborék nevezték ki, és 20 évig élvezte a bizalmukat. Négyszer erősítették meg a tisztségében a balliberális városvezetők, és önök most Tarlós István oznak. Tarlós István főpolgármesterségének utolsó időszakában kezdeményezte minden kitüntetésének a visszavonását, annak a kitüntetésnek, amelyet Karácsony Gergely is megszavazott, hiszen a döntés pillanatában, ne legyünk szűklátókörűek, nem tudta senki, hogy az az ember milyen életet él. De ez az ön emberük volt, önök embere volt 20 évig. Mindezzel együtt még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Novák Katalin és Varga Judit vállalták a tetteik következményét. Vállalták, azért nem ülnek most itt. Nyugalom, elvtársak, még nincs vége. Most jön a nehéz rész. De ki az, aki nem vállalja a tetteinek a következményét? Az a Varjú László, aki most kalimpál, aki félrebeszél, azt mondja, hogy őt dulakodásért ítélték el. Nem, őt választási csalásért ítélték el, mert azt mondta Horváth Imrének, hogy majd okosban elrendezik a pénzügyeket, a választási visszalépést. Ön egy bűnöző Varjú Eszter. Az a helyzet, Varjú Eszter. Nem fogjuk tudni önt megkímélni attól, hogy folyamatosan szembesítsük, vagy itt van Fekete Győr András, aki, hát füstgránáthajításka történt, hogy igazán momentumos legyen. Az a helyzet, hogy hivatalos személy elleni erőszakot követett el. Képviselő úr, önök mikor látják már be végre, hogy a tetteknek van következményük? Az önök vezére vezette be a baloldalon, hogy semminek nincs következménye. Miért várjuk el, hogy Varjú lemondjon, mikor a főnöke sokkal nagyobb súlyokért sem mond, vagy bűnökért sem mondott le? Szégyeljük magukat! Viszontlátásra megadom a szót miniszterelnök úrnak, parancsoljon. Kormánypárti frakcióknak, hogy a Navalnyi ügyben megőrizték a hidegvérüket. Sovinisztáknak a magyar parlamentben nem járt tisztelet. És aki a grúz-orosz háború idején patkánynak nevezte a grúzokat, annak a tiszteletére mi nem állunk föl. Ennyit erről. Egyébként pedig nyugodjon békében. Ungár Péter azt mondta, hogy a gyermekvédelmi intézmények nincsenek jó állapotban, és ebben sok igazság van, még akkor is, hogyha, mondom a számokat, 2010-ben szociális gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatásokra a baloldali kormány 325 milliárd forintot költött, 2024-ben pedig 1463 milliárd forintot. Négyszeresére. Tények kedvéért mondom, négyszeresére növeltük az erre a területre fordított összeget. A bérek sincsenek jó állapotban, de a valósághoz hozzátartozik, hogy 2022 és 2024 között a szociális és gyermekvédelmi területen átlagosan 46,2%-os béremelést hajtottunk végre a 21-es bérekhez képest. Ennyit a valóságról. Csak a tények kedvéért mondtam el, mert meggyőződésem szerint a gyermekvédelmi intézményekben dolgozók bérének semmilyen összefüggése nincs a pedofil bűncselekményekkel. Az összefüggést nem látom ebben a pillanatban. A gyermekvédelmi intézmények dolgozóknak a munkáját tisztelettel megköszönjük, a pedofil bűncselekményeket elkövetőket pedig börtönbe fogjuk zárni
úgy, ahogyan korábban is tettük. Ungár képviselőtársam azt is mondta, hogy Magyarország polgárai képesek az önálló véleményalkotásra. Szerintem ez így van, sőt, önálló döntésre is képesek, ezért ilyen a magyar parlament összetétele, amilyen. Akik most a jobb oldal támadják, illetve a kormánykoalíciós frakciókat támadják ebben az ügyben, a pedofil kegyelem ügyében, azoknak szeretném fölhívni a figyelmét az alapvető tényre. A pedofil bűnelkövetőt mi zártuk börtönbe. Mert önök azért kellett nekünk börtönbe zárni, mert önök nem zárták be. Még egyszer megismétlem. A pedofil bűncselekményt elkövető gyermekotthon vezetőt önök 20 évig a helyén hagyták, vele szemben semmilyen vizsgálatot, de legalábbis következménnyel járó vizsgálatot nem végeztek, és önök a helyén hagyták. Ezzel az emberrel szemben 2011-ben már megindítottuk az első rendőrségi eljárást, amit a mostani vizsgálat föl is tár majd, hogy miért nem vezetett sikerre, majd nem törődtünk bele ebbe, és másodjára is megindítottuk a vizsgálatot, és az, akit önök nem zártak börtönbe, azokat mi zártuk börtönbe. Tehát a pedofil bűncselekményt elkövető, gyermekotthon igazgatót önök először kinevezték, utána 20 évig ott hagyták, majd a 10-es kormányváltás követően mi börtönbe zártuk. Ez az alaphelyzet. Azért beszélünk most erről az ügyről, mert 2023-ban a köztársasági elnök ennek az embernek a bűncselekményét elleplező bűncselekményért elítélt embernek kegyelmet adott. Ami nem helyes. Pedofiloknak nincs kegyelem. Szeretném önöket megnyugtatni. Nálunk, a magyar kormánynál és nálam személy szerint a pedofiloknak nincs és nem is lesz kegyelem. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt Országgyűlés, most az előre bejelentett naprend előtti hozzászólásokat térünk át. Egy rövid technikai szünet után.